Arany János számára a költészet jelentette a nagy szerelmet, amely segített neki felülemelkedni a rideg valóságon. Úgy is mondhatnám, az írás, a művészet az ő számára az egyetlen és legjobb életfokozó volt. Vajon mit gondol erről és a művészet miben létéről egy kortárs alkotó? Bármikor bármit meg tudsz rajzolni? Hát csak amit akarok. De nincs olyan, amire azt mondod, hogy ez túl nagy kihívás, és ezt igazából nem tudod így megrajzolni? Nem ez befolyásol, hanem az, hogy meg akarom-e rajzolni. Tehát, hogyha van képem róla, akkor meg tudom rajzolni. Te építésznek tanultál, és attól azért egy kicsit eltérő ez a tusos rajzolás. Ez honnan jött, vagy mi motivált erre? 2006-7 fele találkoztam egy kaligráfussal, aki ráébresztett arra, hogy ez milyen izgalmas, illetve nem ő ébresztett rá, hanem közben én azt éreztem, hogy ezt muszáj csinálni. Neked mit jelent az alkotás? Ez egy csöndes, nyugodt pillanat, vagy pedig egy kőkemény munka, aminek a végén ott a gyümölcs? Semmi esetre se kőkemény munka. Ez egy olyan lehetőség, ami kikapcsol ebből a világból, ami tulajdonképpen a küzdelemre épül, és azt hiszem, hogy ez segít abban, hogy megújuljon az ember. Mi volt az első benyomásod, amikor elolvastad a verset? S mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Hát, hogy ez nehéz lesz ehhez bármit is rajzolni. De egyébként az érzés az átjött teljesen, hogy mit szeretne elérni vele. De tényleg az, hogy teljesen absztrakt az egész és megfoghatatlan annak ellenére, hogy képeket ír le, ami minden egyes szintén mondható művészetnek a lényege szerintem, hogy tehát a kép az egy elsődleges közlésmód a szavakhoz képest, és ezért a nagyobb költők, mint Arany János is, főleg képekbe nyilatkozik meg. De ezek a képek visszaadhatatlanok eléggé. És magát az alkotás élményét, vagy azt, hogy mit jelent számára az alkotás, azt abszolút át tudtad élni, ez neked is ugyanazt jelenti? Te adsz neki puha párnát, te virrasztod éji álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Én nem vigasztalónak hívnám, bár bizonyos szempontból vigasztaló, de ez az ilyen kiszabadulás élmény inkább. Számodra mi a művészet? A művészet az az élő valóság, ahol foglalkozás az életnek, a lényege a mozgás, és a ritmus, és a harmónia. És hogyha ezekkel foglalkozik valami, akkor az művészet, ha nem, akkor az egy halott dolog. És akkor például a régi görög építészek, akik a különböző templomokat építették, azt nevezni művészetnek? Mindenképpen, hát azoknak olyan ritmusa van, hogy ezt azért nehéz nem művészetnek nevezni. A ritmus az nem csupán a zenének van meg, hanem az, hogy egy rajzó hogyan helyezel el foltokat, nem mindig ugyanazt fogja kiadni. Én azt mondja, hogy sosem foglalkozott azzal, hogy az ő fénye az mekkorát jelent, mert hogy neki elég az is, hogy mécses, mert önmagát világítja meg. Ez mennyire van a párhuzam, hogy ezt mennyire éled át, hogy a költészet, vagy hát neked a grafika az ugyanazt jelenti, hogy csak neked, és neked az elég. Aki nem így áll hozzá, az már maga mutogató, és ez a baj van. Tehát alapvetően itt csak úgy működik valami, hogyha az ember megelégszik azzal, amilyen van. Hogyha ő ezt azért csinálja, mert muszáj, akkor tudatában van annak, hogy mi a lényege a valóságnak, és abban is, annak is a tudatában van, hogy ahhoz az egységhez képest, amit ő megél, ő igazából egy hangya.
És akkor miért publikált? Hát azért publikált, hogy valakinek tovább tudja adni a dolgokat. Nagyon sokszor van az az érzése az embernek, hogy sokkal jobban mondja ki a dolgokat, mint ahogy mi ki tudnánk mondani. És hogyha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, akkor szinte kötelessége ezt megpróbálni továbbadni. Tehát ez a klasszikusan az a kérdés, hogy most kamatoztatja az ember a talentumait, vagy nem.